Szeretettel köszöntöm a kedves zenebarátokat, dr. Szabó Balázs zenetörténészt hallják. Mai hangversenyünkön a Győri Filharmonikus Zenekar kamarazenekara játszik, Almási Zoltán a Berlini Filharmonikus Zenekar hegedű művészének irányításával. Közreműködik Nagy Zsuzsanna hegedű művész, a Győri Filharmonikusok koncertmestere. Mozart III a Köhül műjegyzékben egymást követő vonós hangszerekre írott kompozícióját, Köhül 136, 137 és 138, olykor Salzburgi szimfóniák néven említik. Gyakoribb, a koncertprogramokban és lemezborítókon általában használatos műfaj megjelölésük a divertimento. A kiváló zenetörténész Stanley Sadi harmadik opció mellett érvel. A tömör, magabiztos, háromtételes darabok stílusuk alapján kétségtelenül inkább szólisztikus, semmint zenekari művek. Valójában súlytalan vonós négyesek. Egy biztos, akármilyen apparátuson is szólaljanak meg, remek muzsikák. A három kompozíció 1772 elején Salzburgban keletkezett, az 1771 és 1773 között lebonyolított itáliai utazások szünetében. Zenei anyagukban erőteljesen meg is nyilvánul az olasz vígopera, az opera buffa hatása. S persze a felülmúlhatatlanul gazdag olasz hangszeres zenéjé. A csodagyermek 14 éves korában írott első vonós négyesei például a jeles milánói mester San Martini példáját követve készültek. Más oldalról a két Haydn, József és a Salzburgban dolgozó Michael vonós négyeseiről is mintát vehetett Mozart. Többek között az idősebb Haydn testvér ebben az időben megismert kvartettjei mutathattak neki mesteri példákat a témák ötletes és ökonomikus kidolgozására, és a vonós négyes esetében mindig különösen problematikus szólamkezelésre. A 138-as F-dur divertimento első tétele allegro tempójelzést visel. A határozott, visszhang hatásra építő uniszónó kezdőütemek egyértelműen az olasz vígopera jellegzetes hangját ütik meg. A folytatásban derűs, rövid frázisokból építkező tematika jellemzi a lüktető nyolcadmozgások révén folyamatosan lendületben maradó tételt. A kidolgozási rész izgalmas modulációkkal kéri a hallgató figyelmét, majd az expozíció teljes visszatérése következik. A felhőtlen nyári délután hangulatát idéző második tétel, Andante, a két hegedű, valamint a brácsa cselló kettőseinek párbeszédére épít. A zárótétel, Presto, szellemes ötletekben gazdag rondótétel, amelyben a 16 esztendős zseni jókedvűen játszik el egy barokk témafejjel éppen úgy, mint egy első hallásra jelentéktelennek tűnő kis motívummal, miközben fölényes eleganciával csillogtatja már is a legnagyobbakhoz mérhető kompozíciós tudását. Mozart F-dur divertimentója következik, Köhű jegyzékszáma 138, a Győri Filharmonikus Zenekar kamarazenekarát Almási Zoltán hegedű művész irányítja. Thank you.
Thank you.
Alig ha találunk olyan 18. századi muzsikust, aki az olasz zene hatása alól ki tudta volna vonni magát. Johann Sebastian Bach sem kivétel. Azonban Händeltől és utóbb Mozarttól eltérően neki sajnos nem adatott meg, hogy Itáliát személyesen is megjárva szerezzen benyomásokat az ottani zeneélet varázslatos gazdagságáról. Nagy kortársai műveinek tanulmányozásával pótolta ezt a hiányt. Mindenek előtt 1708 és 1717 közé tehető weimari működése során foglalkozott elmélyülten Vivaldi, Corelli és mások zenéjével, amelyeknek inspiráló voltát az olasz mesterek darabjainak brilliáns billentyűs átdolgozásai igazolják vissza. A néhány évvel később, 1717-1723 között Kőtenben született három hegedű koncert egyike, a D-moll versenymű két hegedűre és zenekarra, Bach jegyzékszáma 1043, már e tapasztalatok birtokában ülteti át német földre az olasz koncertó Vivaldi által tökélyre fejlesztett háromtételes formamodelljét, a nyitó és záró tétel a zenei anyagot a tutti és szóló között felosztó úgynevezett ritornel szerkezetét, és a lassú tétel az olasz operát idéző bel canto dallamosságát. A D-moll koncertó dinamikus, világos kontúrokkal megrajzolt nyitótétele, vivace, imitációval, vagyis egymáshoz képest kis késéssel indítja a két zenekari hegedű szólamot, és a hosszú zenekari ritornert követően ugyanez a szerkesztés jellemzi majd a szóló hegedűk belépését is, és egymáshoz való viszonyát. A második tétel, Largo ma non tanto, egyike az életmű legszebb lassú zenéinek. Földön túli derűvel énekel a két szólóhegedű a zenekar diszkrét kíséretével. Viharos lendületű, a szólisztikus virtuózitást hangsúlyozó, az előző tétellel hangulatában élesen kontrasztáló Allegro zárja a pompás versenyművet, amelyet Bach egyébként az 1730-as évek közepén két csembalóra is átdolgozott. A szólókat Almási Zoltán és Nagy Zsuzsanna hegedű művészek játsszák, közreműködik a Győri Filharmonikus Zenekar kamarazenekara. Thank you.
Velence városa számtalan kiváló zeneszerzővel büszkélkedhet. Egyikük az 1671 és 1751 között élt Tommaso Giovanni Albinoni, aki jómódú kereskedő család sarjaként sokáig csak kedvtelésből foglalkozott a muzsikálással. Elsősorban az opera, a trió szonáta és a koncerto műfajában működött. Ezúttal egyik legnépszerűbb kamaraműve, az úgynevezett templomi szonáta forma modelljét követő, két hegedűre, két brácsára és basso continuóra írott G-moll szonátája csendül fel. De mit is értsünk templomi szonáta modellen, a barokk hangszeres zene egyik legfontosabb forma típusán? A lassú nyitótételt általában fugaszerkesztésű gyors tétel követi, míg a harmadik és negyedik tétel rendszerint két népszerű barokk tánctípus, a saraband és a jig jegyeit viseli magán. A templomi szonáták rendeltetésére nézve különböző magyarázatokat is ismerünk. Az egyik szerint e műveket a liturgia alkalmával adták elő, például a szentáldozás alatt, egy másik szerint koncertdarabokról van szó, amelyeket a templomokban rendezett hangversenyeken szólaltattak meg. Albinoni G-moll szonátája tehát, a Sonata da Chiesa, a templomi szonáta szép példája. Méltóságteljes, kissé szomorkás adagio nyitótételt követően imitációs szerkesztésű gyors allegro következik. A folytatásban megejtően dallamos grave, majd jig ritmusú, táncos allegro csendül fel. A Győri Filharmonikus Zenekar kamarazenekarát Almási Zoltán hegedűművész irányítja. Thank you.
Nagy tekintélyű német komponista Carl Friedrich Zelter értő vezetésével zeneszerzés tanulmányait végző Felix Mendelssohn Bartholdy már 11-12 éves korában brilliáns kompozíciókkal kápráztatta el Berlin zenei közvéleményét. Ezek közé tartozik 13 vonós zenekarra írott szimfóniája is. Az első 6 darab háromtételes, és a barokkos záró fugáktól eltekintve a bécsi klasszika mestereinek példáját követi. A további művek azonban már az egyéni stílus formálódását dokumentálják. Így az 1822. márciusa és szeptembere között született 10. hámol vonós szimfónia is, amely egyéni formatervet követ, tulajdonképpen egy tételből áll. Egyes szakértők szerint a partitúra szinte bizonyosan legalább 2 további tételt is tartalmazott, ám ezek elkallódtak. Ünnepélyes adagio indítja a művet, amelyet Csajkovszki vonós szerenádjának egy emlékezetes momentumát előlegező frázissal zár le az ifjú komponista. Drámai hangvétellel indul a szonáta formában szerkesztett allegro, ám a második tématerületben már szétfoszlanak a fellegek. Napfényes, üde muzsikát hallunk. Biztos kézzel szerkesztett kidolgozás után visszatérés, majd viharos lendülettel száguldó piu presto zárószakasz csendíti ki a darabot. A Győri Filharmonikus Zenekar kamarazenekara játszik, Almási Zoltán a Berlini Filharmonikus Zenekar művésze vezetésével.
Thank you.